közfoglalkoztatási kiállítás a Nyíregyházi Kossuth téren 70 település mutatta be termékeit. Fajta bemutató Gyulatanyán, kiváló a kukorica és a napraforgó termés, a felvásárlási árak azonban alacsonyak. Biztonságos utakon megújult Komlót-Tóth falu bekötő útjának jelentős része. Szőlőlek, várfok, hagymakrém, babakelengye. Ezek voltak a 6. közfoglalkoztatási kiállítás és vásár díjazott termékei. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A Nyíregyházi Kossuth téren 70 település mutatkozott be. Réti Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár kiemelte, a közfoglalkoztatás 2011-es reformja óta a munkahelyteremtésben, a településfejlesztésben és a szociális intézkedésekben is értékeket teremt. Ez a foglalkoztatási forma. Falusi hangulat Nyíregyháza belvárosában. Idén is hagyományos ízek és illatok várták a közfoglalkoztatási kiállítás és vásár látogatóit. 70 vármegyei közfoglalkoztató mutatta be standjain a járási startmunka mintaprogramokban előállított helyi termékeit. Vámos-Orosziban például az állattenyésztés és zöldségtermesztés mellett házias száraz tésztát is előállítanak. Én úgy hiszem, hogy most 70 település van a 228 településből, aki kiállított, illetve a mi fehérgyarmati kis térségünkből vagyunk itt 18-an. Ott annyit kell tudni, hogy 50 főből vagyunk 18-an, szerintem milyen a legnépesebb járás. Én úgy gondolom, hogy mindenki kitesz magáért, mindenki meg akarja mutatni magát és híreit vinni a településének. Mi is ennek reményében akarjuk ezt a mai napot eltölteni. A rendezvényt a Vármegyei Kormányhivatal 6. alkalommal szervezte meg. Román István főispán elmondta, 2014-ben mintegy 60 ezer közfoglalkoztatott volt a vármegyében, a nyilvántartottak száma pedig az elmúlt 9 évben a harmadára csökkent. A mintaprogramok településenként eltérőek, hiszen, mint mondta, helyi sajátosságokra épülnek, ezekhez pedig minden támogatást biztosítanak a pályázóknak. A szociális területtől a mezőgazdaságin keresztül, akár az iparos világ irányába, ez egy rendkívül széles paletta. Itt amikor a döntések megszületnek arról, hogy egy-egy mintaprogram támogatásra kerüljön, akkor nyilvánvalóan megvizsgáljuk ennek a megalapozottságát. Meg ami nagyon fontos a mintaprogramoknál, hogy ezeknél a típusú támogatásoknál az önkormányzatok számára nem csak a közfoglalkoztatói munkabért és járulékait biztosítjuk, hanem a szükséges eszközök beszerzéséhez is a fedezetet. Így lehet az, hogy munkagépeket és különböző eszközöket meg tudnak vásárolni az önkormányzatok. Így gyakorlatilag rendelkezésre állnak azok az eszközök is, amivel azt az adott programot el tudják végezni. Réti Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár a vármegyével kapcsolatban kiemelte, 2011-től az új típusú közfoglalkoztatási programok elindulásától közel 405 milliárd forintot használtak fel a programok megvalósításához ebben a térségben. A forrásokat országos szinten már a jövő évi büdzsében is meghatározták. 117 milliárd forint az idei keretünk, és 125 milliárd forint van a költségvetésben a jövő esztendőben. Volt olyan esztendő, hogy 300 milliárd forint fölött volt, 326 milliárd forint volt a közfoglalkoztatási előirányzat, ami akkor közel a GDP 1%-a volt. Nyilván ez azokban az időkben volt, amikor a gazdasági válságnak a jelentős nyomai látszottak az, hogy foglalkoztatáspolitikán, akkor a kormányoknak nyilvánvalóan van feladata, a hátrányos helyzetű nyílt piacon elhelyezkedő nem tudó személyeknek munkát biztosítani, értékteremtő munkát, akkor nagyon-nagyon magas volt 2015 és 2016-ban ez az előirányzat. De azt vesszük észre, hogy 2016-tól folyamatosan csökken. A rendezvényen bronz, ezüst és arany fokozatú termékdíjakat is átadtak. Idén a dobogó 3. fokára a nyírjákóiak állhattak, ahol névre szóló babakelengyét készítenek az újszülötteknek. A dombrádiak a helyi fokhagymakrémmel ezüst fokozatot, míg a Fábián háziak különleges szőlőlekvárjukért arany fokozatú elismerést vehettek át.
Kettőség jellemzi a kukorica és a napraforgó idei szezonját. A termés kiváló, a felvásárlási ár azonban jelentősen elmarad attól, amit a gazdák szeretnének. Többek között ez derült ki a Gyulatanyán tartott országos kukorica és napraforgó tanácskozáson és technológiai fajta bemutatón. Az eseményen elhangzott, a termesztők hosszú távú megoldást várnak az ukrán gabona miatt kialakult problémákra. Töretlenül fejlődött az idei évben, így kiváló minőségű kukoricát törhetnek le rövidesen itt Gyulatanyán. Bár a vármegyében valamelyest csökkent a termőterület 2022-höz képest, az elegendő csapadék miatt a termés átlag jóval kedvezőbben alakul, mint egy évvel ezelőtt. Csütörtökön az ország számos pontjáról érkeztek gazdák és szakemberek a gyulatanyai fajta kísérleti állomásra. Az országos kukorica és napraforgó tanácskozáson központi téma volt a növények alacsony felvásárlási ára. Az idei szezon csapadékformájában, illetve termés szempontjából sokkal jobbnak ígérkezik, mint az elmúlt évek, különösen a tavaly évre gondolok, mert az abszurdum volt. Hát a termés kilátások egész kecsegtetőek, tehát jó termésre van kilátás, csak sajnos az ár az nagyon-nagyon övöl aluli, úgyhogy így minden gazda egy kicsit emiatt nagyon-nagyon pánik hangulatban van. Az időjárásra még visszatérve, hogy végig kell, nagyon jó csapadék volt, az elosztás is jó volt. Igaz, hogy Gyulatanya az augusztusi hónapban minimális csapadékot kapott, szemben ugye Nyíregyháza 10 kilométerre arrébb ott bőven volt csapadék. Tehát a termésre nem lehet panasz, az árakra lesz nagyon-nagyon övön aluli. Hiába néz ki úgy, hogy a kukorica termés átlaga valószínűleg meghaladja a 2021-es csúcsévet, a kedvezőtlen piaci helyzet miatt negatív a közhangulat a gazdák között. Rácz Imre, az Agrárkamara vármegyei elnöke azt mondta, a kormány által hozott importtilalom ideiglenesen jó megoldás, az elmúlt egy évben behozott ukrán gabona azonban hatalmas károkat okozott eddig. Baj, hogy nem eladhatatlan például a napraforgó vagy a kukorica, aminek a betakarítása most zajlik. Még a napraforgóval tele is rakjuk a szabad kapacitásokat, de mindenkitől azt hallani, hogy szinte még az árig el se jutnak, hanem arról beszélgetnek az emberek, hogy fogják a felvásárlók venni, fogják venni, mennyit vesznek kitől, milyen szerződés hiányában nagy elkötelezettség nincs egyik fél részéről se, és ez a nagy bizonytalanság, ami teremtődött itt az elmúlt évben, mondhatnánk szinte, az a közhangulatot úgy lerombolta, hogy olyan közömbösnek tűnnek a termelők, felvásárlók, mintha egy csodára várva várnánk, hogy ez a probléma majd valamilyen úton-módon megoldódik. Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke arról beszélt, a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy mérsékelje a problémákat és kompenzálja a károsultakat. Hozzátette, a jelenlegi helyzetben össze kell fognia a gazdatársadalomnak. Valóban nincsen könnyű helyzetben az ágazat, de ettől függetlenül meg kell keresni minden olyan pontot, amellyel tudunk segíteni, akár egymásnak is, és ezért itt Gyulatanyán is, ezen a fórumon pontosan arra van leginkább lehetőség, hogy itt a szakemberek, szaktanácsadók, a Agrárkamarának a szakemberei, illetve a helyi gazdálkodók tudjanak találkozni, és meg tudják beszélni valóban azokat az aktuális kérdéseket, amelyel bízunk benne, hogy egy újabb előrelépést lehet tenni majd annak érdekében, hogy azért itt az ágazatban dolgozóknak a helyzet az könnyebb legyen. A tanácskozáson és fajta bemutatón szó esett a termesztés aktuális fejlesztési területeiről, a permetező drónok jelentőségéről, a kilátogatók pedig meg is tekinthették a fajta tulajdonosok idei évi termését Gyulatanyán. Új burkolaton szélesebb úton közlekedhetnek Komlott-Tóth falu közelében az autósok és a kerékpárosok. A település bekötő útján a 2,3 kilométeres szakaszát újította fel a Magyar Közút ZRT. A 430 millió forintos beruházásra a Társaság vármegyei igazgatósága nyert támogatást. Több évtizede húzódik a Komlott-Tóth falui bekötő út felújítása. A helyiek szerint a burkolat olyan kátyús volt, hogy kerékpárral csak kikerülni lehetett ezeket a kiemelten forgalmas szakaszon. Itt jelentős mezőgazdasági területeink vannak, onnan a megtermett terményeket, árukat el kell szállítani. A Szabos folyón itt sóderbányászat folyik több évtizede, annak a
termékét, tehát a sódert szállították rajta, ez viselte meg leginkább az útba ezt a 60 évvel ezelőtt felújított, utoljára felújított utat, és ennek következtében ment nagyon tönkre az állapota, úgyhogy remek, hogy így megvan. Most szerintem egy 100 évre ennek megvan oldva. A fejlesztésre a Magyar Közút ZRT vármegyei igazgatósága nyert támogatást. A terület és település fejlesztési operatív program maradványforrásából, egy 2 milliárdos maradványforrásból összesen a megye országos közúthálózatán 6 helyszínen végeztünk fejlesztési és felújítási munkákat, ebből az egyik érintett a 4955-ös kommutót felújít bekötő út. Ebből a forrásból mintegy 430 millió forintot fordítottunk a Komlótót falui bekötő felújítására. Itt ez a 2,3 km hosszú szakaszon a kivitelező a burkolatmarását, a régi burkolatmarását követően mintegy 3,5 centi vastagságban terített kiegyenlítő réteget, és erre a kiegyenlítő rétegre került rá a 4 cm vastag kopóréteg. A magyar-román határhoz közeli kis településen egy 19. század elejé műemléképület is található. A Becski Kossuth kúriát a közelmúltban újították fel. Az útfejlesztés ezért nem csak a helyi közösség számára, hanem turisztikai szempontból is jelentős. Amikor ennek a környezetét megnéztük, akkor láttuk, hogy az út az nem éppen rózsás helyzetben van. Így találkozott a leendő turisztikai attrakció fejlesztés és a közösség igénye. Tehát a térséghez úgy csatlakozik, hogy nem csak ebben a 101 néhány lelkes településre kell eljönni és itt jó úton utazni, hanem itt van egy csoda, egy örökségvédelmi hivatal által felújított csoda, ez a Becske-Kossuth kúria, és ennek a kúriának a megközelíthetőség, illetve Szatmárnak ennek a részének becsatlakoztatása a turisztikába, mert attól, hogy határ mellett vagyunk, attól, hogy kis település, attól még nem életképtelen, sőt, polgármester úr idézőben erőszakosságának és az említett logikának következtében valósulhat meg ezen a kis településen ez a megyei fejlesztést is elősegítő top fejlesztés, ami közutat jelent, közúti fejlesztést jelent. A fejlesztéssel nem csak a burkolat újult meg, a szükséges szakaszokon az utat is kiszélesítették. A forrásból autóbuszperonokat és vízelvezetőket is kialakítottak, valamint az Erge-Garant csatorna híd felújítását is elvégezték. Szeptember közepére önkormányzati segítsége saját erőből és a biztosító által folyósított forrásokból csaknem kivétel nélkül sikerült újra lakhatóvá tenni a nagyecsedi jégkárosult ingatlanokat. Mint Kovács Lajos polgármester elmondta, az elemi csapás után azonnal elkezdték a részleges helyreállítást. Az autókon lévő horpadások emlékeztetnek leginkább arra a diónyi jégre, amely igen rövid idő alatt zúdult Nagyecsed városára. Az esetek nagy részében a házak tetőszerkezetét rongálta meg a hirtelen lezúduló jégeső. Kovács Lajos, Nagyecsed polgármestere arról nyilatkozott, hol tartanak most a helyreállítási munkálatok és finanszírozás tekintetében milyen segítséget kaptak. Örömmel tájékoztathatom a kedves érdeklődőket, hogy gyakorlatilag a végére értünk egy-két ingatlan kivételével. A helyreállítások megtörténtek. Ezek nyilván jellemzően magánerőből, biztosítás által fizetett forrásból. Volt azért jelentős, kb. 30-40% az ingatlanoknak, akik nem rendelkeztek lakásbiztosítással. Ott egy kicsit nehezebben ment a helyreállítás. Az önkormányzat részéről mi mind gyakorlatilag a konkrét védekezésben, amikor a vihar megtörtént, azt követően a födémek idéglenes megvédése tekintetében biztosítottuk a szükséges anyagokat. Ezt most már látjuk gyakorlatilag a Viszmajor keret benyújtását követően, hogy mindösszesen jelen pillanatban mint egy 42 millió forintnyi költséget vállalt az önkormányzat a helyreállítás és a védekezés költségeiben. A többit az természetesen a magánerőből, illetve a biztosítás finanszírozta. Természetesen a biztosítás nem fedezte szinte egy ingatlannál sem a teljes helyreállításnak a költségét, úgyhogy jelentős terhet rótt a lakosság részére. Az önkormányzat benyújtotta két igényét is a kincstáron keresztül a központi költségvetéshez. Az egyik ilyen igénye konkrétan az önkormányzatnál felmerült önkormányzati épületekbe, illetve a védekezés és helyreállítás kapcsán felmerült költségeknek a finanszírozására. Reményeink szerint legalább részben valamilyen támogatást fogunk kapni, illetve benyújtottunk a kincstárhoz egy másik kérelmet is,
ami az önkormányzat éves szociális keretének a megemelésére irányult, azzal a céllal, hogy amennyiben sikerülne pótforrást kapnunk a szociális keretünkre, akkor abból azoknál az ingatlanoknál, ahol ez jelentős terhet jelentett szociális alapon, illetve értelemszerűen igazolható a viharkár által okozott probléma, ott próbáljunk valamilyen anyagi segítséget is nyújtani. Jelenleg ezek elbírálás alatt vannak még, úgyhogy nem tudok erről beszámolni, de valójában a teljes ingatlan helyreállítások, mint ahogy említettem, minimális kivétellel megtörténtek. Ugye ez kb. 1/3-át érintett a településnek, ez a viharkár egy olyan 600 ingatlan meghaladó mértékben, és ha most végigmegyünk a viharkár okozta utcákon, azért azt látjuk, hogy szinte van még, ahol folyamatban van a javítás, de én azt gondolom, hogy 98%-ban a helyreállítás megtörtént. A jégeső nem csak Nagyecsedet, de a környező településeket is érintette. A katasztrófa védelemhez körülbelül 200 bejelentés érkezett, a legtöbb Nagyecsedről. A helyszíneken összesen 83 tűzoltó és rengeteg önkéntes dolgozott a jégesőt követően. Új üzemet és irodaházat is épített egy megújuló energiahasználattal foglalkozó cég Máté Szalkán. A telephelyen a kutatás-fejlesztési tevékenység mellett többek között napelemes tartó szerkezeteket is gyártanak. A 2,5 milliárd forint értékű beruházás egyik felét önerőből, másik felét pedig uniós és hazai forrásból finanszírozta a cég. Új irodaházat és új üzemet is épített egy napelemes technológia gyártással és fejlesztéssel foglalkozó cég Máté Szalkán. A beruházás összegének felét saját erőből, fennmaradó részét pedig uniós és hazai forrásból finanszírozta a vállalkozás. Ez egy közel 2,5 milliárdos költségvetésű projekt volt, aminek az 50%-a Európai Uniós és a magyar kormány által támogatott összegből tevődött össze, illetve ami 50%-os saját erőnkből. Ez gépvásárlást is tartalmazott a mögöttünk, mellettünk látható épületnek a nulláról, tehát kvázi barnamezős beruházásban végrehajtott építését, irodaszereket, IT berendezéseket, prototípus nyomtatókat, fröccsöntőgépet és nagyon-nagyon sok érdekes és produktív gépsort. A fejlesztés hazánkban egyedülállónak számít. A beruházással többek között olyan moduláris felépítésű töltőrendszereket gyártanak, melyekkel az elektromos járművek energiaellátását, valamint a közlekedési és szállítmányozási infrastruktúra fejlődését segítik. A cégünk elkötelezett a megújuló energiahasználat irányában. Elsősorban napelemes irányú kutatásfejlesztéses projektjeink vannak. Ezek teljesen saját erős projektek, tehát nem vettünk igénybe semmi nemű támogatást. Immáron jó néhány helyen működik teljesen saját fejlesztésű napkövető technológiát alkalmazó tartószerkezetünk. 30-40 megawattnyi beépített kapacitással rendelkeznek. Itt a hardvert is, a szoftvert is mi gyártjuk, mi fejlesztettük, mi üzemeltetjük, tehát a teljes vertikumot ebben az iparágban mi tudjuk kontrollálni, nem függünk külső beszállítótól. A cég tavaly 50 munkavállalót foglalkoztatott. A vállalkozás vezetője híradónknak úgy nyilatkozott, a következő hónapokban bővíteni szeretnék a munkavállalók számát. Több mint 3 hét szünet után ismét bajnoki meccset játszik a kisvárdai futballcsapata, az immár Mátyus János által irányított együttes az NB1 hetedik fordulójában a Ferencvároshoz látogat. A mérkőzés vasárnap 17 óra 30 perckor kezdődik a Grupama arénában. A tabella 6. helyén álló Fradi fogadja a 10. Kisvárdát. A kép azonban csalóka, mivel a fővárosiak eddig 4 meccsen szereztek 9 pontot, a várdaiak pedig 6 mérkőzésen gyűjtöttek 4-et. Mindkét csapatnál új az edző, és mindkét szakember győzelemmel mutatkozott be az elmúlt hétvégi Magyar Kupa fordulóban. A Ferencváros Nagyecseden nyert 8-0, a Kisvárda pedig Pilisről távozott 5-0-as sikerrel. A Kisvárda eddig valamennyi meccsét idegenben játszotta, és a legutóbbi 3 alkalommal pont nélkül maradt. Mátyus János abban bízik, hogy az Üllői úton megszakad a negatív sorozat. Most lehetne siránkozni, hogy milyen szerencsétlenek vagyunk, pont a Ferencvárosra játszunk rá az idegenben. Én ezt nem tenném. Egyrésztről felesleges siránkozni, mindenkivel kell játszanunk. Másrésztről egy ilyen meccs van talán az évben, amikor az ember nincs nyomás alatt, hiszen gyakorlatilag egy egészen elképesztő formát futó csapattal fogunk találkozni. Az ország legerősebb csapata nyilván sokszoros magyar bajnok az elmúlt években is.
Ettől függetlenül korán sem feltartó kézzel fogunk kimenni a pályára. Mindenképpen szeretnénk egyrésztől a Ferencváros dolgát megnehezíteni, és legalább egy ponttal távozni. A kisvárdai csapatkapitány azt szeretné, a játékban is előrelépne az együttes. Szerintem a legjobb magyar csapat most itt Magyarországon, de nyilván szerintem mi sos, nem is szabad úgy menni a pálya, hogy áll mindegy, hogy úgyis a Fradi esélyes nem. Szerintem pont úgy kell menni, hogy próbálni kell egy meglepetéssé érni, de a legfontosabb az, hogy már a játék is legyen már javulás, és úgy is utána itt bízunk benne, hogy már most utána a hazai pályát tudunk játszani a videótól ellen, úgyhogy bízunk benne, hogy ha nem jó, nem is a legjobb eredmény, de legalább a játék már legyen biztató. A Ferencváros-Kisvárda mérkőzés vasárnap 17 óra 30-kor kezdődik. A további párosítás a következő: Kecskemét Mezőkövesd, Puskás Akadémia Paks, DVTK DVSC, Újpest MTK Budapest és Fehérvár FC Zalaegerszeg. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Hatodik alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a közfoglalkoztatási kiállítás és vásárt. A Kossuth téren 70 település mutatta be termékeit. Réti Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár kiemelte, a közfoglalkoztatás 2011-es reformja óta a munkahelyteremtésben, a településfejlesztésben és a szociális intézkedésekben is értékeket teremt. Ez a foglalkoztatási forma. Országos kukorica és napraforgó tanácskozást, valamint technológiai fajta bemutatót tartottak Gyulatanyán. Az eseményen központi téma volt a piac jelenlegi kilátástalannak tűnő helyzete. Az idei termés ugyanis hiába kiváló, a felvásárlási ár az ukrán gabona miatt továbbra is rendkívül alacsony. A termesztők hosszú távú megoldást várnak a kialakult problémákra. Megújult Komlót-Tótfalu bekötő útjának 2,3 kilométeres szakasza. A fejlesztésre a Magyar Közút Nonprofit ZRT nyert forrást a terület és település fejlesztési operatív programból. A beruházás 430 millió forintba került. Az átadón elhangzott, a fejlesztés nem csak közlekedés biztonsági, hanem turisztikai szempontból is jelentős. Szeptember 22-én pénteken a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hír összefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szombaton nyugat felől növekszik, vastagszik a felhőzet, de főleg keleten, délkeleten még több órára kisüthet a nap. A délutáni órákban 25-27 fok valószínű. Vasárnap hazánk nyugati, délnyugati felén általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, keletebbre a változóan felhős ég mellett akár több órára is kisüthet a nap. Napközben keleten 20-22 fokot mérhetünk.